Köszöntjük a nézőket! A mai videóban, hát el kell mondani, hogy visszaestünk egy kicsit, szóval, hogy volt egy kezdetleges, nagyon rossz pár nap, aztán volt egy pár, ami jobb volt nekem, neki nem, aztán volt egy nap, talán neked is jobb volt, nem? Igen, már tegnap előtt. És aztán tegnapra visszaestünk. Vagy nem? Igen. Aztán ma se volt jó, de ma már jobb volt egy fokkal, már veszekedni is tudtunk. És ezt követően aztán ma kijött a Brigihez is a tesztautó. És mit csináltak vele, Brigi? Hát belenyomtak egy gyors tesztet az orromba. Ami követően pozitív lett a koronavírus teszten. Mindegy, hogy melyik oldalról veszem? Mindegy. Na jó, Brigi, mi a helyzet? Mit mondtak neked ezek a deréki emberek? Pozitív lettem. Úgyhogy 10 nap neki is. Ami meglepő és érdekes, hogy neki a 10 nap az mától van, miközben neki is múlt szerda óta van tünete. Nekem a 10 nap viszont az első tünetes naptól számítódik, nem tudom miért. De mint kiderült, mindenkinek attól számítják a 10 napot, amitől a teszt kimutatta, hogy koronavírusosok vagyunk. Tehát a Janinak is szombattól számít. Na, úgyhogy nem tudjuk. Innen üzenem Gábornak, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Gábornak és Karinának boldog névnapot. Innen aztán minden Toyota Karinának is, mert hogy azok igazán szívet melengető gépjárművek. Szóval, szerda van, ezek szerint vagy kett, nem tudom, valami ilyesmi. Szerda van, és ott tartunk, hogy akkor mind a ketten igazoltan vírusosak vagyunk. Elmondom majd, igen, hogy mi a helyzet. Bemutatom nektek mindjárt a lázmérős táblázatot. Az egy érdekes dolog, ami tegnap előtt hív volt, csak vezetni, mert nem elült a lázmérőben az elem, és úgy lehet csak kicserélni a lázmérőben az elemet, hogyha egy órás csavarhúzóval kicsavarod, az pedig itthon nincs. Úgyhogy nem tudom mi lesz, majd kell venni 1000 forintért megint elemet, vagy amit a babának szántunk, akkor azt kell nekünk használni, és neki veszünk egy másikat, nem tudom, szóval fogalm sincsen. Valami megoldás kell, mert rendszeresen mérni kell szerintem ezt az egészet. Magunknak is a fenekünkbe dobjuk. Hogyne? Hogyne? Házi orvos és lakcím kérdésére kérdezett rá valaki, hogy azt meséljen már el. Az a helyzet, hogy a Briginek a lakcímei sose voltak rendezettek, igaz? Igaz. Volt ő vidékre bejelentve, volt ő a Vakok Intézetébe bejelentve, volt ő félig meddig a Karolina útra bejelentve, amikor ott lattunk, most pedig itt, ahol most vagyunk, itt lesz bejelentve, de hát a vírus miatt csak április végére van időpont. Addig ő az ezzel egyel előtti orvoshoz van bejelentve, sőt, igazából még az egyel előttinél vannak kartonja, mert ők egymás közt nem fognak kommunikálni, hanem neki kéne elmennie a kartonjáért, hogy átvigye a másikhoz, erre nem nagyon volt idő. De már azt is hallottam, hogy a házi orvosok kommunikálnak egymással, tehát ha felhőg át tudja adni a kartonomat a másik házi orvosnak. Igen, csak ezt a te mostani házi orvosod, ez az öregasszony, szerintem nem tudja. Ahogy egyébként elég sok dolgot nem tudsz. Ez nagyon maradi. Maradi és erőszakos, és agresszív, és nem igazán tudja szerintem a helyzetet uralni. Úgyhogy ez a probléma. Nekem egyébként naponta kell a házi orvosomnál jelentkezni, hogy jobb, rosszabb, stb. Bebeszélgetek az asszisztenssel egy percet, és ennyi, úgyhogy semmi. A papírt, amit a teszten adtak, ugyanaz a Briginek is,
Ez egy antigén gyors teszt módszerrel történő vizsgálathoz való adatlap, ami rajta van, hogy mikor történt, hol történt, mintavételi pont hol volt, honnan jöttek ők, mi volt a Skoda rendszám, mivel jöttek, gyors teszttel vizsgált személy neve, a tajszáma, itt van néhány leírás, meg fogom mutatni ezt a papírt is természetesen, és itt volt Veronika és egy fiú, akik ezt csinálták, nagyon helyes kis orvostan hallgatók voltak. Na, aztán van még itt egy másik papír, ezeket mindjárt meg fogom mutatni nektek, a lázmérős táblázattal együtt például most. Akkor megmutatom a kulisszatitkokat, itt van, hogy miről akarok beszélni, miről beszéltem már, még mit tudom én, most már szerintem mindenről. Úgyhogy ez az az egyik papír, amit majd nézegetni szoktam. És akkor így néz ki az adatlap, ami a vizsgálat után a kézbe kerül, ott van, hogy pozitív, de lehetne negatív és nem értékelhető is, hogy mikor készült ott a... Nagyon jó kitakartam a dolgokat mi, igazán modern módszerekkel sikerült ezt megoldanom, de az a helyzet, hogy most nem nagyon van kedvem vágni, ezért a telefonon vágok, és nincs kedvem ottan ezzel foglalkozni, és a lényeg így is átjön most, ez szerintem, hogy mi a helyzet, úgyhogy ez van. Akkor van egy ilyen papír, azt is megmutatom, ami rajta van az, hogy a pozitív teszt eredménye után mik a feladatok, akkor az is rajta van, hogy mik, amiket szedni kell, mik a favipiravir, vagy nem tudom minek a hatásai, ki nem szedheti, például a Brigi. Úgyhogy rengeteg minden van rajta, és aztán van egy ilyen kitöltendő izé, ez is egy ilyen kétoldalas cucc, ami van egyféle beleegyező nyilatkozat, de ezt nekem nem mondták el, hogy mi, sem a Briginek nem mondták el, hogy mi, meg lusták is vagyunk, meg fáradtak, úgyhogy nagyjából ennyi. Na még annyit, hogy ennek a favipiravirnek, vagy minek, igen, a mellékhatását igazából nyárban is át lehet adni a másiknak. Tehát, hogyha ilyen esetben a páratok terhes, vagy várandós, akkor nem ajánlott egyikőtöknek se szedni. Vagyis legalábbis ne pusziszkodjatok. És akkor így nézett ki a szerda óta az, hogy kinek mi baja van. Ugye 37-3 volt, 18-30 körül nekem, ugye mert akkor csak nekem kezdtük mérni, és akkor utána elkezdtük a Briginek is mérni, már később is, vagy korábban is, de neki ugye csak itten 20-ától, tehát a 34 nem tudom miért írtam ide, neki máshova írkáltam, és aztán gyakorlatilag itt követhető, hogy erős köhögés volt, vagy nem volt, kinek mikor milyen dolgokat mértünk. Itt például bal kézzel írtam rá, úgyhogy vannak ilyen dolgok, és akkor itt folytatódott, hogy mi a helyzet, és aztán itt már kedden nem írtuk, mert hogy itt tudom én, arra gondoltam, hogy azért ez hasznos lehet valamikor, hát majd folytatjuk. Hát így néznek ki a mi papírjaink. Valaki kérdezte, hogy mi az, hogy nehéz a fejünk, vagy valami, neked mi? Lenne az a tünet, amit a legnehezebbnek mondanál, vagy amivel azt mondod, hogy most a legjobban unsz már. A köhögés. Azt én nagyon-nagyon unom. Látom, hogy hánytam is tőle, de nagyon rossz, és nagyon utálom már ezt az egészet. A köhögés ez nagyon rossz neki. Akkor ugye ott van még, ugye az a rossz még, amikor az ember úgy, most bennünk van 2-2 algoflex, vagy valami ilyesmi. És az valamilyen módon azért helyre tesz, annyira, hogy itt vagyunk és beszélünk, de hogyha ez nincs, akkor megint ott tartunk, ahol a második, harmadik nap, hogy az ember csak lefekszik, és hagyjon mindenki békén, videót se tudunk nézni, semmit, mert az embernek nincsen hangulata, kedve, elviszi az embernek a nem tudom, szóval tényleg lefárasztja az embert. Az egyébként is fáradtnak lévő szervezetet lefárasztja azt, hogy még egy videót kell nézni, ez még ez is. Úgyhogy nem nagyon szoktunk, mert annyira rossz. Aztán még egy érdekes dolog, azt mondták, hogy ugye akkor mehetek dolgozni, hát addig ugye nem megy dolgozni, de hogy akkor vagyunk gyógyultak, ugye? Hogyha 3 napig tünetmentesek vagyunk. Hát ez nincs meg. Ez nincs meg. A probléma nem is az, hogy nincs meg, hanem az, hogy most írta nekem például a Pirike, aki a kedvenc kisboltunknak a tulajdonosa, hogy neki is 3 hónapja vannak tünetei, még mindig előfordulnak tünetek. Azt mondja, hogy neki például ez az ízlésszaglás dolog 1 hónapig tartott. Akkor ez most tünet,
és akkor egy hónapig nem megyünk dolgozni, vagy akkor ez már csak tünet, de a vírus már nincs meg. Írta Feri, hogy ő például 3 hónapja nem írja szavokat. Akkor ő most vírusos, vagy nem, csak a tünet megmaradt. Kérdés, hogyha 3 hónapig nem érez szagokat, 3 hónapja, akkor ez meddig fog neki tartani? Én például az ízekkel vagyok így, hogy van, aminek érzem az ízét. Tehát például ettem egy sajtburgert, kíváncsi voltam rá, már jobban voltam egy picit nekünk 2 algoflextől, hogy mi van. És volt a kenyérnek, hogy a zseminek nem volt íze, bizonyos sós dolgoknak nagyon erős íze volt, krumplinak semmi íze nem volt, kólának semmi íze nem volt, bor, inkább rossz íze volt. Úgyhogy nagyon furcsa, hogy bizonyos ízeket az ember nyelve, vagy nem tudom, meg tud különböztetni, vagy nem. Most már azt fogom csinálni, hogy mennyi elektromos fogkefénk, és akkor azzal végigmegyek a nyelvem, hogy hát ha az egy kicsit letisztítja, nem Vigi? Igen. És akkor hát ha jobb lesz. Képzeljétek el, hogy nekem még a megiskolyához sem volt kedvem, pedig én meg szoktam menni 2 darab sajtburgert és 1 darab ígynek mennyit. És semmi. Tehát kérdeztem, hogy te nem kész? Nem. Úgyhogy, ő nagy fogyasztó, hogy enni kell, örülök is neki. Főleg így a babával, de most semmi. És valahogy azok a kaják, amiket láttatok a videóban, egy részét sajnos kukába kellett dobni. És ki kell dobni sajnos nagy kajákat, és nem tudom mi van. Úgyhogy ez a baj, gyógyszereket kell most megint kérni, és most megint kell majd kérni valakit, hogy segítsen a bevásárlásban, mert sajnos kezdenek fogyni az italok is, meg minden. És ez még 10 nap, az nem olyan poén, akkor ez nekem is még több, úgyhogy anyagilag is ki fog minket ezt herélni. De hát majd valahogy megoldjuk, reméljük ezt, és hogyha valaki szeretne minket ebben támogatni, akkor az tud a leírásban lévő elérhetőségek valamelyikén. Hát nagyjából ennyit akartunk ma mondani, eszünk csokiparányt, és találtunk még Kinder Bueno-t is, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, lesz még legközelebb, fogunk beszélgetni arról, hogy milyen kézfertőtlenítőket, zsírfertőtlenítőket használunk itthon, és más egyéb témák is érkeznek majd, úgyhogy legyetek jók, egészségesek, barátságosak és szépek. Sziasztok! Sziasztok!